Sziasztok, ez itt az Imperátorom sorozatunk következő epizódja, Dumnóniával játszunk, és elég jól állunk ebben a háborúban. Ugye 19%-on van a War Score, megnyertük az első nagy csatát, és most igazából az ellenség a sebeit nyalogatja, én pedig próbálom bevenni egyrészt Glevum városát, másrészt pedig itt északon Levobrinta városát. Az a helyzet, hogy mindkét hadsereg kicsi ahhoz, hogy megvédje magát egy egyesült támadástól, viszont amíg nem jönnek vissza, addig rendben leszünk. Ezen túl itt van egy 12.000-es hadsereg, ami szintén tud segíteni, ugye a szövetségesen. Ő talán be tud segíteni, hogyha esetleg úgy alakulna. Például őket akár lericsúghatnánk. Azt hiszem, ezt az ostromot nem akartam elkezdeni, de végül is kinda muszáj volt. Nem vagyok teljesen biztos benne, de mindegy is. Szóval őt meg kéne ölni. Öl. Nagyon örülnék, hogyha ez az ostrom egyébként gyorsan sikerülne. 497 védő van már csak az 1000-ből, az nagyon jó. Lehet, hogy meg kéne próbálni majd egy összoltot. De egyenre jók vagyunk. Még várjunk ki talán egy ostromkört. Nagyon mozognak. Much of time. A diftériás lett az uralkodónk, ami nem tudom, hogy mit jelent. Horrible infection. jól kezdődik. Presenting unusual... Jesus. Ez nem az én... angol tudásomnak való. Egyébként nagyon öregek vagyunk, 71 éves, és az utód az pedig valószínűleg egy nő lesz, de ő meg 80 éves, úgyhogy valószínűleg nem. Vagy pedig csak nagyon-nagyon rövid időre. Oké, lássuk. Jönnek, támadnak. 35%-on vagyunk, még mindig úgy gondolják, hogy támadniuk kell, de az is igaz, hogy közben meg folyamatosan visszakoznak, mert tényleg nagyon kevesen vannak, nem tudom, mire számítanak ebből a csatából. Ijeszgetnek folyamatosan. Mi pedig itt ugye szépen lootolgatunk. Esetleg tudunk elrabolni embereket? Azt hiszem, hogy ez feladat volt. Nem, mert nincsen elég hajónk, ami tudná ezt csinálni. Nem ez, de slave trade. Ja, a boarding tactics miatt nem lehet. Kikapcsolom a boarding tactics-et. És most? Unit size is greater or equal to 10 subunits. Tehát kell még két hajó ahhoz, hogy ez meglegyen. Erről már nagyon sokszor beszéltem, a játék egyszerűen elrejti az összes módosítót, vagyis az összes kondíciót, így egyenként, mikor az egyiket végrehajtott, tehát mondjuk oké, akkor leveszem azt a stance-ot, utána azt mondja, hogy jó, de itt van még valami más is. Egyébként jó kávét mindenkinek, vagy jó kávézást mindenkinek, aki esetleg most velem fogyasztja, és közben támadott az ellenség. Nagyon jó egyébként a moráljuk. De miért ilyen jó a moráljuk? 3.52-ről indul. Én is 3.52. Itt mi történt? Nyúl taktikát alkalmaznak. Ez már is egy 20%-os különbség. For freedom! Nem. De... nem, mindjárt meghal az uralkodónk. Nem kell, hogy népszerű legyen meg ilyenek. Bye! Úgy látom, meg lesz ez a csata, ha csak ide nem ér az utánpótlás addig. Elég komoly utánpótlás érkezik. Nagyon komoly utánpótlás érkezik, és nem akar véget érni ez a csata. Come on, 0-5, ez az! Megnyertük! Jön a második, az is megnyertük, jön a harmadik csata. Ha más nem, nincs harmadik csata. De van! Megnyertük a harmadikat, jön a negyedik csata. Jézusom! Mi a franc? De komolyan! 4 csata egyszerre. Honnan van ennyi ember, azt szabad megkérdeznem. Ezt el fogjuk veszíteni a negyediket. Tehát majdnem megvolt az ostrom, és elveszítjük a csatát. Frankó. Csak rá kellett volna menni az összoltra. És közben még itt északon nem nyerjük, szintén nem nyerjük az ostromot. Valaki meghalt, cool. Úgy látom, hogy researcher volt. Nem is nézem azt a csatát, mert úgyis elveszítjük, nem mindegy. Itt 7-80-an védik sajnos. Defeated. Yep, király volt. Köszi, 42%-on. Mindegy is. Úgyse tudnak átjönni. Csak kezdhetjük előre az egész rohadt fucking ostromot. Remélem legalább ez meg lesz itt északon. 42%. Jó. Jó. Nagyon jó. Jön északra ez a sereg. Viszont, ha jól emlékszem, akkor ők skirmisben voltak. Legalább annyit meg lehetne csinálni, hogy... mi kicsit felkészültebben várjuk őket. Igen. Ezt átállítjuk, hogyha ők skirmisben vannak, akkor nekünk a legjobb, remélem skirmisben voltak. Deception.
Bottleneck az nem jó, az semmiképpen nem jó. Legyen sok action. Az igazából nem azt nem szoroz. Kicsit alkalmazkodik így a hadseregünkhöz, de ugyanakkor nem veszel túl sokat. Az, hogy... nem tudom, mit akartam ezzel mondani. A lényeg, hogy ez egy jó köztes megoldás lehet. Csak nyerjük meg azt az ostromot, kérem szépen. És jön. Ez az, megvan az ostrom. Jó. Jó, megvan az ostrom. Vele nem tudok békét kötni még. De igazából már tényleg csak annyi hiányzik, hogy befoglaljuk ezt a területet, azt hiszem. És megköthetjük a békét. Ő közben elkezdte itt ostromolni, most igazából várni kell, hogy ezek visszavonuljanak, aztán után töltsék magukat. Nem jó biznisz ez, nem jó biznisz, én mondom nektek. De most bevesszük ezt, és hát ha ki tudjuk venni. Hova mész? Ja, ezt kell bevenni. Hát ha utána ki tudjuk venni a háborúból Kondátét, vagy hogy hívják ezt a területet. Ó, hogy belementem egy csatába, Franco. De legalább érvényesült az, hogy 0-0 mindkettő. Sok action miatt. Viszont jön az utánpótlás. Elég jelentősen. Ugye ez a végtelen utánpótlás, ezt ismeritek. Mi van, hogyha... nem tudom kivenni, mert nem foglaltam be teljesen. Tényleg. Jó, végtelen utánpótlás. Köszi! Közben Koritánia nem igazán segít. It's fine. Ezzel ide jövök. Hogy majd azonnal vissza tudjak támadni. Meghalt valaki megint. Azt hiszem ezek ilyen tribal vezetők, akik most sorra hullanak. És az ott még mindig vezetjük, és még mindig jön az utánpótlás. Őrület. Franco. Ez meg esküszöm meg fogja nyerni ezt az ostromot, mielőtt visszanyernénk a morált. A morál nagyon lassan töltődik vissza. Jó, ennyi elég volt nekem ebből a csatából, köszönöm. Hogy tudom mindet kijelölni. Így. Szóval a morál nagyon lassan töltődik vissza ebben a játékban, mindig csak a felén van. És ha megnézzük, akkor 0.21-el töltődik vissza havonta? Az nagyon rossz. Ő meg itt ugye azt sem, amit akar gyakorlatilag. Hol van a hadseregem? Itt van, jó. Hát oké. Vele békét, külön békét akkor köthetünk, ha nem foglaljuk el teljesen az országát. Július 31, azaz még egy év van hátra addig. Alright. Ez mert te gyere ide, meg te is ide. Legalább raboljunk némi slave-et. Eddig ugye 20%-on vagyunk, hiszen elvesztettük a war gold. Viszont már szereztünk 5 rabszolgát. És egy embert megöltünk, de róla nem beszélünk. Úgyhogy minden király. Itt készül az újabb hadsereg, ugye? Hepaticus Falls Ill, Inflammation-t is kapott, ami újabban csökkenti az életét. Most már 2-vel csökken. Feladta az ostromot, ami szuper. Meg fogom várni, míg ide jön. Szerencsére nem próbálja visszavenni ezt az erődöt. Úgyhogy ez nagyjából rendben van. Én itt most jól el vagyok az ostrom, vagyis az erődök mögött, és várom, hogy közel jöjjön és üthessem. Ez például most jó, sőt tudod mit, nem is ide jövök fosztogatni, hanem ide éjszakra. Ha esetleg azt a területet nem szereznénk meg, akkor onnan most szerzünk rabszolgákat. Flocking to the banner. Ez a nő kap lojális kohortokat, de maximum lojalitása, és még szerintem, ja, jó, menjél, vigyed. Fehér békével fenyeget minket a játék, 725 nap múlva. Itt miért nem tudok slave trade-elni? Vagy raid-elni? Oh, Jesus. Nézzük meg, itt tudok-e. Elkezdte visszavenni közben az erődöt. Én meg akkor elkezdek megint ostromolni. Here I go ostroming again. Yes. Na, itt már tudok. Itt se tudok. Nem, csak itt tudok, ahol az előbb voltam. God knows why. Amúgy írja a játék, hogy miért nem. És szereztem 2 trade-et. Vagy 2 slave-et. Nem tudom, hány slave-et szereztem. A játék nem köti az orrunkra. Nyugodtan menj oda. Én addig itt folytatom a kis bulikát. Esetleg segíthetek egyébként neki.
a szövetségesemnek egy csatában. Ugye ezek teljesen visszatöltődött a morálja nagyjából. Úgyhogy segítség lenne, csak oda kéne érni időben. Ami meg lehet, hogy nem fog megtörténni. De tudod mit? Csak próbálj meg odaérni. Ennyit kérek csak. Vertisza a... Vorgol. Nem tudom mi a Vorgol. Demécia. Az egész Demécia. Ja, az a para. És megint ezren védik, értitek? Mintha nem lenne elég bajunk. Na jó, az a csatolt meg lesz, az király. Te foglad vissza ezt. És amint itt megnyertük, megint oda megyünk, vagyis oda megyünk, és felszabadítjuk. Valami rossz történt, nem? Mint a fura dolog történt volna, de úgy látszik, hogy nem. Csak megnyertük a csatát, erről akart szólni nekünk a játék. Itt őket is megverjük, és oda kéne érni időben, hogy azt fel tudjuk szabadítani azt az ostromot. Nem, ne állj bele, légy szíves! Most sem mehetsz. Most ez szabad az út, pontosabban csak ide. Újra elkezdtük mínusz 28-ról. Az is megvan, mínusz 7-en van ő. Szóval, ja, megint várakozunk. Az ostromjáték. Ez egy királycsatának tűnik. Mínusz 2 az senki ellen. Legjobb. Mennyi van még hátra? Tehát azt mondja, hogy be kell foglalnunk Demécia-t. Demécia-t, ha be kell foglalni, akkor az az egész terület. Ez mondjuk nagy hülyeség. Demécia az ez. Igen, ez Demécia. Gondolom, az a Demécia-nak az a része kell, hogy befoglaljuk, ami a közvetlenül Szilúriához tartozik. Nagyon kicsi a morálunk egyébként. Ez itt egy erőd? Mióta van itt erőd? Te jó ég, mióta van itt erőd? De komolyan! Ez a múltkor még nem volt ott. Muszáj vagyok támadni. Mert hogy... nincs választásunk. Esetleg hozzunk egy kis utánpótlást. Oda tudok menni? Oda tudok menni, jó. Legalább annyi. És be kell vennünk ezt az erődöt. Nagyon jó csapatjuk. Nálunk van az előny. Oké, felszabadítottuk. Akkor jöhetünk ide. És bevesszük ezt az erődöt, mert apparently most már van itt egy erőd. Senki nem kérte, de van. Megépített? Azt hiszem, mintha építette volna, de ebben nem vagyok biztos. Mármint az lehet a megoldás. Valami épült itt, és éppen úgy majdnem kész lett. Arra emlékszem. Fú, de jó. Elengedtük azt. Tényleg, akkor öröm. Mindegy. 0%-on vagyunk. Ezt imádom, mikor a tribal levéket csak így ráküldi. Legjobb. Enjoy! A manpowerünk egyébként nagyon alacsony. 11 000 és 5 000-rel még csökkenni fog. Vehetünk egy invention, de valószínűleg most nem fogunk venni invention-t. Mondjuk ezt, de... ezt a siege ability-t megveszem. Ez bocsi, ez nagyon kell most. Nagyon-nagyon bosszant, hogy mennyire lassan ostromlunk. Igaz, hogy veszítünk pénzt, de erre szükségünk van. Ennyike. És akkor nyugodtan, békésen kávézgatok, amíg ezek így ostromolnak. 28 és mínusz 28, az a baj, megint nem sokára össze fogja szedni magát, és megint visszajön. Van itt ez a mozgósereg, akit tudok mindkettő helyre küldeni. Ez a Clan Retinu. Ez arra tényleg jó, hogy az utolsó pillanatban kicsit még segíthet. Vagy nem is az utolsó pillanatban, de kicsit még segíthet. Itt van még egy. Hát te miért nem arcolsz, barátom? Amúgy valószínűleg új törzsfőnökök vannak. Tehát akik meghaltak, azok törzsfőnökök voltak. Törzsfőnökök voltak. Te nem igazán szeretsz engem, igaz? Majd megszeretsz. You will. Hoppá, hoppá, ott megy az újabb csata. A szövetségesünk harcol. Nem nagyon tudunk rá segíteni. De most hiába kezdél az ostromot, mi nekünk elvileg hamarabb kéne végeznünk. Mennyi van még hátra? Nem írja. Most megint nem írja, mert éppen kontesztáljuk a Vorgolt. Azért nem írja. Ja. Nézzetek meg, jönnek folyamatosan. Tehát folyamatosan az van, hogy elveszti a seregét. Új leszpónol a klánnak. A klán sereg. És az azonnal elindul az ellenségnek. Rinse and repeat. Itt folyamatosan... lootolgatunk. Esetleg megpróbáltunk szerezni még rabszolgákat. Innen. Az ad némi aggressive expansion-t. Megvan az ostrom, yes.
Szóval lett némi aggressive expansion, de ez van. Itt pedig szépen elindulunk erre, mondjuk ide. Restoring reputation. 10 political influence cserébe. Brikta kap 10 prominence, meg 5 loyalty-t. Vagy veszít 20-at, oké. Vigyed. Nekem úgy se kell. Tehát most úgy tűnik, hogy meg lesz a war goal. Hiába mondja, hogy White PC minőnt, nem az. Ne higgyetek neki. Hazudik. Hazudik a betyár. Szóval azon gondolkoztam, kell-e nekünk innen slave. Nem, mert ez a mi területünk lesz, szóval... Szóval nem. Butaság lenne. Megnyertük ezt a csatát? Talán. Ott Quiet Shore. És még be kell vennünk ezt az ostromot, vagy ezt a várat. Ez is megvan, és az is megvan, és ezzel milyen kaborgol. És lehet egy omenünk is. Ah, mi volt a mostani omen? Nem tudom, de pénz fog kérni. Valószínűleg a pénz volt egyébként. Slave output. Szerintem pénz volt. És az továbbra is működik. Hogy állunk? 7% még mindig? Hát ez elég kétségbejtő, de semmi gond. Szóval az a terv, hogy ezt mindet megszerezzük egyébként. Nem tudom, ezt mondtam-e. De ez a terv. Ahhoz először ki kell békülni velük, de ahhoz be kell venni ezt az erődöt, meg velük, de ahhoz be kell venni ezt az erődöt. Szóval most be van véve két erőd, de egyik sem az, amelyikre szükségünk van. És most megyünk fel oda ostromolni a harmadikat. Mindenesetre közben szerzünk rabszolgákat. Megint szereztünk egyet, már van 7 rabszolga, és csak 2 popot vesztettünk cserébe. Szóval, ja, I guess, mondhatod, hogy egész jó, nem rossz, legalábbis. Egy pop meghalt. Igen, ez mondjuk előfordul a legjobbakkal is, minusz 35, manpower, nagyon szoros lesz a manpower, de hogyha megvan ez a terület, akkor gyakorlatilag jók vagyunk. Lesz egy szoros, nem lesz szoros csata. Oké. Okay. 35% minusz 35%. Ezzel nem tudunk előbbről menni. Nem tudunk ide se jönni. Ah, itt van ez a 2K. Lehet, hogy ezt tudjátok, mit ezt összevonom ezekkel így. Ezek dolgozzanak együtt. És most van meg. Oké, okay, ezt foglaljuk már közben, és... hát igazából amint ezt fölösleges felküldeni, mert amint ezt elfoglaljuk, akkor ővele meg lehet kötni a különbékét. Az a terület már nem fog kelleni. Oké. Okay. Szóval, szakállas barátom. Mit szólsz ehhez a békéhez? 4 aggressive expansion. Legjobb. Legjobb. Don't mind if I do. És mindenkit kivégzünk. Nem, csak kiküldünk. Kizavarunk az országból. Nincs most szükségünk új családokra, köszönöm. És ezzel a hadsereggel pedig ideállok, és akkor itt őrizzük a megmaradt ellenséget, hogy nehogy véletlenül butaságot csináljon. Nem mondom, hogy könnyű háború volt, de semmiképpen nem nevezhető nehéznek. Tehát igen, voltak nehézségek, azt aláírom. Közben viszont lehet, hogy el kéne búcsúznunk pár egységtől, mondjuk tőled, mert 0,73 aranyba kerülsz, és nem nagyon tudunk fenntartani, úgyhogy bye! Szóval volt az egy nehézség, mikor felszabadították ezt az ostromot, de utána minden jól alakult. Új, itt lesz csata? Jó, azt adom. Hajó csatát. Mondjuk át kellett volna állítani a taktikánkat, de mindegy is. Jó így is. Nem szereztünk hajót. Well. Boarding tactics-et megint bekapcsolom, csak azért, hogy esetleg ezt az egy hajót be tudjuk húzni. Bár nem hiszek benne, de hát ha. És viszont túl sokan álltok, úgyhogy pár embert átküldünk. Sőt, nem is téged, mert te pici vagy. Hanem téged. Ja, te meg sok. Ilyen sok vagy? Akkor téged, és téged. És akkor hát, ha ez így elég lesz. Nem. De. Nem. Supply limit 10. Nem. Pirate-ek, halálozások, éhínség. Minden jó. Minden jó történik az országunkban. De amúgy... Amúgy meg minden király. Plusz 0,76, 0,71. És ezennel elfogyott
a manpowerünk. Ezt konszolidáljuk. Oké. Okay. I guess. Elfogyott a manpower, elfogyott a pénz, viszont ezzel végül is nagy hatalmak leszünk. Venelia nem kap többé halat. Nem tudom miért kapott halat, de biztos okom volt rá, szóval most ez szomorúvá tett. Meg valaki meghalt. A feleségem és a bodyguardom. Ah, tényleg őt vettem el. Nem tudom, van értelme mi megházasodnunk. Vagyunk vagy 108 évesek. Oh, manpower recovery speed. Adtuk ezt a gyógyósnak. Hűha, kit szeretnénk támogatni? Ugye ő az, aki nem kedvel minket túlságosan, 65 a lojalitása, neki 84. Szóval elvileg Indotimarianust kéne támogatnunk szerintem. De a másik sem jó verzió. Mind a kettő rossz verzió. Mert akkor meg vele lesznek problémák, de ő már nagyon öreg. 73 éves és 29% az egészsége, szóval minek törődjek vele? Indotriminus, te vagy a legjobb barátom mostantól kezdve. Fel is ment 75-re a lojalitása, és folyamatosan növekszik. Hol éheznek a népek? Ja, hát ott el tudom képzelni. De nem az én problémám sajnos, akármennyire is úgy tűnik, hogy ez az én problémám. Nem az. Be kell vennünk még ezt, a várat, és kész is vagyunk. Megkötjük velük a békét, és azonnal köthetjük velük a békét. Nincs igazából értelme tovább húzni. Teljesen jó az így. Hajót nem szereztünk egyelőre. Valószínűleg egyáltalán nem fogunk. Ah, megvan az ostrom. Jó. És átjövünk még vele ide. Csak hogy a hajót kizavarjuk onnan. És nem is figyeltem, hogy hány embert szereztünk ebből az ostromból. Még mindig negatívban vagyunk, de talán a háború után visszaáll pozitívra. És rengeteg ellenséget szerzünk. Mármint... úgy is, de arra gondolok most hirtelen, hogy kapunk el. Oké, okay. Megint egy békésebb időszak fog következni ezután. Elképzelhető, hogy... hogy akár olyan békés lesz, hogy vágni kell a videókat, mert semmi nem fog történni. Tehát vissza kell szereznünk a pénzünket, vissza kell szereznünk a manpowerünket, és... te miért támadsz oda, barátom? Mindjárt megkötöm a békét, várjál. Nem szereztünk hajót, cool. És ez nem rövid ideig fog tartani. Tehát veletek szeretnék ilyen békét kötni, újabb 5 aggressive expansion. Bye! És megint csökkentjük 0.5-tel. Az egyik, a másik pedig maga az, aki ellenkeztük a háborút. Ővel is megkötjük. Ez már csak 3 aggressive expansion, így megállunk igazából 12-nél, sőt 11-hez közelebb fog ez állni a végén. Ez nem túl nagynak nevezhető. És ezzel kész is van gyakorlatilag az, hogy nagy hatalmak legyünk. Ennél nagyobb hatalom már nem nagyon van ezen a szigeten. Mi vagyunk a legkirályabbak. Van 193 pop, jelen ez a manpower. 447 popunk, 65 településünk, szerintem minden szuper. És már is átkerültünk, eddig tartott, hogy átkerültünk pozitívba. Elkiabáltam. Semmi gond, lesz ez jobb is. Most jelenleg 20 hónapra elegendő a pénzünk. Hogyha nagyon rosszul alakulnak a dolgok, akkor nyilván el kell küldeni kohortokat. Fel kell számolni kohortokat. Nem nagyon lesz más választás. Beszélgettünk, ha már most van egy kis nyugis idő, beszélgettünk az egyik... Ja, Fort Maintenance 0. Ügyni. Szuper. Szóval beszélgettünk az egyik videó alatti komment szekcióban arról, hogy mi a helyzet ezzel a kereskedelemmel. És most megnézem, hogy mit mond a játék. Income. The Korean Gold, tehát... Ez ugye olyan income, amit azt írtátok, egyikőtök, hogy ez valószínűleg az ellenség kapja meg, vagy nem ellenség, hanem a kereskedelmi partnerünk kapja meg. However, a tooltip egyértelműen azt mondja, hogy the current gold that this trade route provides us each month. Ez is, csak ez sokkal kevesebbet. Tehát a belföldi trade route-ok sokkal kevesebbet adnak. Én ezt megértem, mert valószínűleg itt arról van szó, a szimulálja játék, hogy megadóztatjuk ezeket a trade route-okat.
A Every clan chief of ruler culture, mindenki veszi 10 lojalitást. Ja, mert meghaltunk. 2-3-5-8 az új uralkodó. Végül nem az a nő lett. 75 évig bírtuk, nem rossz. És most némileg vesztettünk lojális embereket, meg mit tudom én. A kormányunk rendben van, 88 a legalacsonyabb lojalitás, szóval az rendben van. A klántörzs főnökök nem boldogak, vagyis igazából boldogak, egyedül ő nem boldog, de ő az, akit néztünk az előbb, hogy 73 éves, 20%-on van az egészsége, szóval ő sok vizet már nem fog zavarni, ami azt illeti. Emiatt tényleg nem kell aggódni. Még mindig fogy a pénzünk, sőt, ami azt illeti, most még nagyobb mértékben fogy, mint eddig. Úgyhogy szeretnék megszabadulni, először is konszolidálunk, és mivel ez nem segített, ezért szeretnék megszabadulni pár egységtől. Hát most ugye utánpótlunk, szóval azoktól érdemes megszabadulni, akikre még sok utánpótlás vár. Neked az lesz a feladatod, hogy diszbandoljalak téged. Fenntartásuk 0,56, tehát ebből még nem, ezzel még nem leszünk kint a vízből. És nagyon-nagyon kevés pénzünk van. Jewel of the Chiefs. Halálos ágyáról még Brikta párbajozni akart. Sure. Go ahead. Brikta nyert. Jézusom! Ja, hogy ez egy 77, meg egy 74 éves. Oké. Oké, értem, mi történik. Nagyon adom. Ezt a párbajt megnéztem volna. De mindenki szeret, az a lényeg. Csak a pénzünk az meg elfogyott időközben. És nem tudom, hogy lehetne amúgy vissza szerezni. Actually. Valószínűleg ezt is törölni kéne. Tudjuk még törölni? 0,70. Ez is csak 0,70. Ezt is diszbandolom. És 0 forintunk maradt. Tudom, hogy lehetne picit visszaszerezni pénzt egyébként. Ugye itt már nagyon nehéz pénzt visszaszerezni. Egyrészt ezt is lerakjuk nullára. A fleet maintenance-öt. Így már átmegyünk pozitívba. Másrészt... ezzel csökkentenék a research pontokat jelentősen, viszont kapnánk pénzt jelentőset. Vagy pedig, ugye most nem exportálunk, hanem csak importálunk. Szóval, hogyha ezt beadom, akkor elvileg több lesz a bevételünk. Most nem exportálunk, azt hiszem. Egyáltalán. Nem exportál. Vagy csak bónusz nincsen? De úgy látom, hogy nem is exportálunk, szóval ja, álljunk rá az importálásra. És akkor viszont hátra növekedni fog picit a bevételünk. Export value, nem, import value. Csökkent. Mi a franc? Miért? Így is csökken. Mindenhogy csökken. Anyádat! 0,3 volt. Átraktam erre. 0,18-ra leesett. Átraktam a másik irányba. Leesett 0-ra. Visszaraktam, és az is csökkentette. Mi a franc? Fucking kidding me. 0,15 a bevételünk jelenleg. Oh, ez nagyon rossz. És nem változik a hónapváltás miatt. Alright. Na hát akkor azt hiszem ennyi volt ez a mai rész. Kicsit a csőd széléről, de folytatjuk ezt a sorozatot. Erre a három erőre nincs szükség egyébként. Ez egy totál overkill. Melyikre van? Ez fogja ezt, ez fogja ezt. Ez fogja ezt, akkor erre van szükség, erre nincs. Ha töröljük az erődöket, akkor végül is... ezt is töröljük, és ezt is töröljük. Mondjuk ezt nem akarom törölni. Azért nem, mert ez viszonylag jó sávot képez itt a déli területeket védeni. Ja. Jó, a következő részben megnézzük a fővárosokat, mármint a provinciális központokat, és megpróbálunk kilábalni a államcsődből. Innen folytatjuk, sziasztok!